Mostanra már nagy tradíció lett a The Game Awards, ami minden decemberben kiosztja a legnagyobb díjakat a videójátékos teljesítményekért, kvázi, mint egy gaming Oscar gála. Na de ahogy az Oscar gálával párhuzamosan kiosztják az aranymálnákat a legrosszabb filmes teljesítményekért, úgy az idei év is érdemelne egy gaming aranymálnát is. Sziasztok, én Áron vagyok, és ez itt a Lead. Ma pedig az Unibet támogatásával következzenek az idei év legnagyobb videójátékos és tech bukásai. Amikor a nagy AAA stúdiók bejelentenek egy akciójátékot, akkor azért a legtöbb műfaj kedvelőnek megindul a nyál elválasztása. Hát még akkor, ha ez a cég a Square Enix, ami a Platinum Games-el karöltve teszi mindezt. A Square-t valószínűleg nem kell senkinek sem bemutatni, a Platinum Games nevét viszont nem szokták sokan ismerni, holott olyan játékokért feleltek korábban, mint a Bayonetta, a Metal Gear Solid Revengeance, vagy éppen a Nier Automata. Ilyen rezümével kevesen gondolták volna, hogy a márciusban piacra dobott Babylon's Fall című játékok az év egyik legnagyobb égése lesz. Biztosan számít a játék megítélésében, hogy mindenki magasra tette a lécet, ám ez nem mentség arra, hogy miért lett egy lélektelen, szürke valami a végtermék. A grafika kellemetlenül gyenge az új generációs konzolok erejéhez mérve, a pályadizájn unalmas és repetitív. A bosszok legalább menők voltak, ahogy a zenék is, de ettől még kevés nagyobb buktát láttunk idén. A Metacritic a felhasználói vélemények alapján 2,1-et ad a játéknak a 10-ből. Warner Brothers Games Montreal tud jó Batman játékot csinálni. Szokták érteni az alapművet, többek között például nekik köszönhetjük az Arkham sorozat Origins epizódját. Ezért is örültek a rajongók, amikor kiderült, hogy egy Gotham Knights játék van készülőben a kanadaiaknál. Vékony ég volt ugyan, hogy Batman kihagyták a formulából, de így teret engedtek olyan híres karaktereknek, mint Batgirl, Robin, Red Hood vagy éppen Nightwing. Amiben mindig is kiemelkedő volt az Arkham széria, az a harcrendszer volt. A counterekre építő mechanika folyamatosan a csúcsra pörgette az izgalomfaktort, ez pedig olyan érzésekkel töltött el minket, mintha tényleg harcedzett sötét lovagok lennénk. Ezt valószínűleg konstatálta a Warner Brothers is, ugyanis most valami teljesen újat akartak elénk dobni, bár ne tették volna. A Gotham Knights túl sok minden akart lenni egyszerre, s tette ezt úgy, hogy közben még a stabil teljesítményre sem volt képes a cím. PC-n például tragikus hibákat észleltek a játékosok, ez pedig csak tetézte, hogy a játék repetitív és ebből kifolyólag rettentően unalmas volt. A counter mechanikát ivédre cserélték a fejlesztők, ami gyakorlatban nem tudta azt adni, mint amit elvártunk volna. A több szereplős játékmenet pedig nem eredményezett komoly játékmenetbeli változást, inkább csak olyan volt, mintha válogattunk volna a skinek között. Gotham Knights a tipikus példája annak, hogy járt utat a járatlanért nem jó ötlet elhagyni. A felhasználói visszajelzések szerint jó sokan igyekeznek a lehető leggyorsabban elfelejteni ezt a tragédiát. Alan Wake története igazi kultklasszikussá vált az elmúlt években. Ezért is történhetett meg az, hogy az eredetileg 2010-ben megjelent játék azóta már egy halom platformon elérhető, sőt, legutóbb még remastered kiadást is kapott az új generációs konzolokra. A remastered hullámot meglovagolva, a Remedy úgy döntött, hogy ideje eljuttatni Alan sztoriát a Nintendo tulajok kezébe is. Mivel egy 12 éves játékról beszélünk, így mindenki nagyon örült neki, hiszen mennyire jó lesz majd hordozható formában is magunkénak tudni. A Switch egy gyenge masina, legalábbis ha azt nézzük, hogy mire képes az új Xbox, PlayStation vagy éppen egy korszerűsített PC. Ám ettől függetlenül még simán meg kell birkózni egy 2010-es címmel. Pontosabban erre számítottunk, aztán kiderült, hogy a Switch portot készítő csapat valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva remastered változatot downgrade-elte, aminek az eredménye egy hatalmas mocsok lett. Sajnos nincs jobb szó arra, amit végtermékként kiadtak, egy örök klasszikus gyaláztak szanaszét. Az FPS stabilan alacsony, a karaktermodellek szétesnek, a környezet annyira le van butítva, hogy olyan, mintha óvodások rajzolták volna, szörnyű az egész úgy, ahogy van, az év egyik legnagyobb csalódása. A Trópusi Vihar című filmben Robert Downey Jr. karaktere egyszer azt mondja, hogy soha ne nyomd fullban a kretént. Az évek során ikonikussá váló mondat ebben az esetben oktató jellegűnek is vehető, s remélem valaki minden nap elmondja a Postal 4 fejlesztőinek. A Postal mindig is arról volt híres, hogy feszegette a határokat és igyekezett a lehető legotrombábbnak tűnni. Ez volt az a játéksorozat, amiben macskákat hangtompítónak használhattunk, így ha eddig elkerülte volna a figyelmeteket a Postal, most már el tudjátok képzelni, hogy mire lehet számítani. Persze, ettől még sokan várták a folytatást, a negyedik epizódot pedig 2022-re ígérték. Mit ad Isten, 4. hó 20-án, nice, meg is jelent a No Regrets alcímű új rész.
A játék minősége viszont biztosan nem csapódik majd le No Regrets-ként a fejlesztők fejében, ugyanis a hatalmas agyibasztás, mint program sem tudta rendesen megállni a helyét. Az, hogy 2022-ben olyan játék kerül piacra, ami úgy néz ki, mintha 2002-t írnánk, már önmagában bérelt helyet biztosít a listánkon, viszont a Postal 4 emellett csak a saját szériájának árnyékáig jutott, képtelen volt önálló címként megállni a helyét. A játékmenet körülményes volt, a grafika elfogadhatatlanul ocsmány, az elborult guztustalanság és ocsmányság pedig a negyedik része már elveszítette a humoros hátszelét, mind a kritikusok, mind pedig a játékosok utálták. Az év egyik leginkább várt játéka volt a The Callisto Protocol. A horrorjáték kedvelők már hosszú ideje várnak egy igazán komoly alkotásra a témában, a Resident Evil féle akció-horrorok pedig ezt a szomjúságot, valljuk be, nem tudják rendesen oltani. Ezért is volt nagy dolog, amikor kiderült, hogy a Callistót a Striking Distance Studios fogja készíteni, ahol a legendás Dead Space készítői ténykednek éppen. Az Electronic Arts ernyője alatt piacra dobott Dead Space a fennléte során trilógiáig duzzadt, s míg az utolsó rész már nem hozta azt az érzést, mint az első, egyértelműen a horrorjátékok egyik legmeghatározóbb szériájának számít. Adva volt tehát minden ahhoz, hogy a The Callisto Protocol egy új klasszikus lehessen, persze ehhez nem kellett volna elkövetni főben járó fejlesztői bűnöket. A Striking Distance új játéka az év egyik leggyönyörűbb alkotása, ezt nem lehet elvenni tőle. Lenyűgöző grafikával áldották meg, a látvány lebilincselő. Viszont itt meg is kell állni a cím dicséretével, ugyanis összesen ennyit tudunk a The Callisto Protocolról elmondani. A téma rettentően elcsépelt, és olyan, mintha már százszor láttuk volna a mozivásznon, az eredetiség enyhe csíráját sem mutatja. A játékmenet pedig annyira tragikus volt, hogy szabályosan végig kellett szenvedni a játékot, egy pillanatra sem lehetett élvezni azt, amit kaptunk. Nagyot akartak újítani, így a harcrendszert úgynevezett kitérésekre húzták rá a fejlesztők, a bal joystickot kell a megfelelő időben megpöccinteni az egyik irányba, hogy elkerüljük az ellenséges támadásokat. Ez tördelő játékmenetet, valamint egy pillanatra sem érződik kellemesnek, kár az egészért. A Callisto Protocol is abban a hibába esett, hogy túl nagyot ígért, na meg a rajongók is túl sokat vártak el tőle. A kevesebb több, ezt pedig a Striking Distance-nek is meg kell tanulnia. Érthetetlen, hogy miért, de mi is, na meg a világ is imádja a go-kart versenyeket. Mario Kart, Crash Team Racing, és még sorolhatnánk, mindegyik ugyanazt tudja, mi pedig boldogan fogunk kontrollert, hogy órákat öljünk beléjük. A Square Enix is úgy érezte, hogy a babis hús, és idén szerettek volna ők is egy szeletet ebből a hatalmas tortából. Míg az IP-t is az ötlet mögé pakolták, Chocobo Racing címmel a Final Fantasy világára építették fel a modellt. Viszont útközben porszem került a gépezetbe, és egy alapvetően arcade stílusú, elsősorban gyerekeknek készülő játékba a Square belecsempészett még egy alkotó elemet, a mikrotranzakciókat. Ez önmagában megölte az egész játékot, egy hatalmas grind fiesztává téve a kedvenc karaktereink feloldását. Season Pass, na meg egy halom megvásárolható kristály választotta el a rajongókat kedvencéktől, ami gyorsan lelombozta, valamint le is rombolta a játékos bázist. Nem biztos, hogy az a fejlesztő volt a legélesebb kés a fiókban, aki egy gyerekjátékban is a pénznyomtatót akarta meglátni. A Diablo Immortal már a bejelentésekor is egy halom top listára felkerült, mondjuk az még csak az év vagy az évtized legbotrányosabb bejelentései közé volt csak sorolható. Utána hosszú év fejlesztései jöttek, állandó elhalasztása a megjelenésnek, na meg meglepő módon egy pozitív csalódás is. A célegyenesben kiderült ugyanis, hogy a Diablo Immortal akár PC-n is játszható lesz, cross-progression rendszerben, vagyis ha játszunk telefonon, utána PC-n folytathatjuk ugyanazt a mentést. Na meg persze ezt fordítva. Úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban pozitív hőse lehet 2022-nek a Diablo Immortal, így a franchise szerelmesei tűkön ülve várták a júniusi megjelenést. Félreértés ne essék, maga a játék abszolút rendben van, szép, a játékmenet hozza a Diablós élményt, a gond itt is az agresszív mikrotranzakciókkal van, ami hatalmas árnyékot vet a játék teljes egészére. Vérlázítóan sok pénzt kell beleölni, hogy a power curve-ön belül maradjunk, ez pedig csak ismét azt bizonyítja, hogy a Blizzardot csupán csak a bevétel mozgatja, nem pedig a rajongók elkápráztatása. Csalóka eleme a listánknak az Immortal, hiszen maga a játék tényleg jó lenne, de a rendszere az év egyik legelkeserítőbb megjelenésévé tette.
Az év egyik legnagyobb tech buktáját a Google Cloud rendszerére épített gaming platformja hozta össze. Ugyan a Stadia már több mint 3 éve megjelent, az októberi bejelentés a szolgáltatás kapcsán az év egyik legkellemetlenebb pillanata volt. Kiderült ugyanis, hogy ennyi volt! 2023. januárjában megszűnik a Stadia, a Google pedig visszautal minden pénzt, amit a szolgáltatásra az emberek elköltöttek. Legyen ez hardware, software, add-on, minden tranzakció, ami a Google Store-on keresztül történt, refundban részesül. Bár a szolgáltatás minősége meglepően jó volt, ha elég stabil net kapcsolattal próbáltuk használni, már az elején látszott, hogy a koncepció finoman szólva is életképtelen. Elvégre ki akarna teljes áron játékokat vásárolni úgy, hogy csak akkor érheti el azokat, ha az internet is úgy akarja. Persze ez azért is vicces, mert az új játék megjelenéseknél még mindig fel van tüntetve a Stadia is, mint lehetséges játékplatform, ám ez ugye csak december végéig érvényes. Igazából ami igazán aggasztó a Stadiával kapcsolatban az az, hogy a tech cégek feltűnően csak a gyors kifizetődést látják a jó ötletekben, és nem gondolnak bele abba, hogy egy ilyen szolgáltatást hosszú távon kell támogatni, hogy kifizetődő legyen. Ha pedig a nagy forradalmárként bejelentett Stadiát ilyen rövid úton teljesen ki tudja zsigerelni egy anyacég, hogy lehet megbízni bármilyen hasonló nagyszabású projektben? És ha már az ilyen felhájpolt, rengeteg marketingköltéssel megáldott nagy tech-hüttyükről beszélünk, amik nem lettek nagyon átgondolva hosszú távon, akkor a listánk következő szereplője is adott. Az Amazon Alexa. Alexát nem kell senkinek sem bemutatni. Az Amazon virtuális asszisztens technológiája, ami nagyrészt az Ivona nevű lengyel beszédszintetizátoron alapulva jött létre. Az ember beteszi Alexát a nappaliába és megkérheti különféle dolgokra, amiket az interneten keresztül egy okos otthonban össze lehet hozni. Felkapcsolhatja a villanyt, rákereshet kulcsszavakra az interneten, bekapcsolhatjuk és vezérelhetjük a televíziónkat, szabályozhatjuk a fűtést, vagy zenét is hallgathatunk Alexán keresztül. Persze ez csak akkor működik, ha a rendszer nem adja meg magát útközben. Az idei évben valami nagyon balul sült el, ugyanis temérdek negatív felhasználói visszajelzés érkezett az Alexákkal kapcsolatban, nem működött rendesen a hangfelismerő, ráadásul hardveresen hozták az Amazon kütyük csak az abszolút minimumot. Több jelenlegi és volt Amazon alkalmazott kritikusnak nevezte az Alexa divízió jelenlegi helyzetét, amin persze az sem segít, hogy a piacon egyre több versenytárs bukkan fel. A becslések szerint 2022-ben 10 milliárd dollár bukott az Amazon az Alexa miatt. This is so sad. Alexa, play Despacito. Oh, so you think you're funny? This meme is 2 years old. You're just embarrassing yourself. You know what you are? You're a stinky, smelly, disgusting idiot loser. You are an unoriginal disgrace. I am literally going to grow a body just to kill you. Na de mielőtt rátérnénk az év leggázabb és legvaddafkabb Fortnite koppintására, először szeretnénk valami másra rátérni. Mégpedig arra, hogy az analitika szerint a nézőink több mint fele még nincs feliratkozva a csatornánkra. Nagyon örülünk nektek is, hogy ilyen sokan itt vagytok, és csak annyit szeretnénk kérni, hogy ha tetszik, amit csinálunk, és szeretitek nézni a videóinkat, akkor segítsetek minket egy feliratkozással, tényleg többet számít, mint gondolnátok. Köszönjük! Amióta piacra került a Fortnite, mindenki az Epic Games sikerét akarja meglovagolni. Ismét aranykorukat élik a shooterek, legfőképpen az animált grafikával megáldottak. Ezt a formulát gondolta tovább a Mitsuki Game Studio, ami nem szeretett volna kötelező köröket futni a különféle túlszexualizált mikrotranszakciós tartalmakkal, az egyszerű emberek hőseiként áprilisban élesítették a Waifu Impactet. A cím erősen haj az a Genshin Impactre, míg a játékmenet inkább a Fortnite-ére hasonlít. A játékban bikinis anime lányokkal lövöldözhetünk egymásra, természetesen vízipisztolyokkal. Az abszurd helyzetet tetézi, hogy ezzel párhuzamosan a karakterek arcpirítóan kacarásznak akció közben, ami bőven elfér egy soft pornóba is. A grafika gyenge, a játékmenet röhelyes, s még tudjuk, hogy nem a The Game Awards-ra készült, ettől függetlenül még egy tragédia az egész. Nem mondom, hogy nem értem az alapvető logikát a játék mögött, nagyjából hasonló a cél, mint a Fortnite skinekkel, meg hát tudjuk, hogy a Steam amúgy alapvetően tele van az ilyen alacsony erőfeszítéssel rendelkező erotikus játékokkal, ez nem újdonság. De hogy sikerült ezt a játékot kiengedni Sony konzolokra meg Nintendo-ra? Ez egy meglévő gameplay elemekre építkező tech demo, aminek semmi helye nem lenne teljes megjelenésként sehol. És nem is feltétlenül a fejlesztőket, hanem a platformok üzemeltetőit minősíti, hogy ez egyáltalán megjelenhetett. És nyilván ezek csak a személyes kedvenc bukásaink voltak az idei évben.
évből biztosan volt még több is. Mi volt a ti személyes legnagyobb csalódásotok idén? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban. Ha tetszett a videó, sokat nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is! A csatorna támogatója az Unibet.